Hát tisztelt Hölgyeim és Uraim, természetesen legalábbis egyenlőre nem tudok számot adni olyan szép és dicső múltról, mint kedves kollégáim, előttem szólt kollégáim, de hát annak is jó ideje már, amikor én a tanulmányaimat megkezdtem, az 1970-ben volt. Akkoriban jelent meg, talán éppen abban az évben néhai magánjogi professzorom, polgárjogi professzorom Világi Miklósnak egy írása a Valóság című folyóiratban, ami egy kicsit depresszionált stílusban arra emlékeztette, figyelmeztette a tanulni vágyó ifjakat, hogy bár most a jogi pálya nem népszerű, mert mindenki mérnöknek és gazdásznak akar menni, ne felejtsük, hogy ez a gazdasági reformnak volt a felfelé ívelő, vagy éppen a csúcsponti szakasza, majd aztán jött 1972, de jogászra, mint ahogy eddig is, nehezebb idők jártán is, eztán is szükség lesz, tehát erősítsék meg magukat, és nyugodtan jelentkezzenek jogra. Azt már azóta tudjuk, hogy volt egy élesen felfelé ívelő szakasz, körülbelül ekkortól indult el, ennek a felfelé ívelő szakasznak volt az első mozzanata, amikor a negyedik jogi kart, mint utóbb kiderült, Miskolcon megalapították, és aztán a rendszerváltást követően egy mennyiségi és minőségi fellendülés is volt. Azonban az idők nem voltak konfliktusmentesek, nem voltak támadtatások nélkül. Ugyanúgy, mint ahogy a jogakadémiák, a Miskolci Evangélikus Jogakadémia is, és az összes többi jogakadémia is, azt az életet, amelyet ők, hát a 30 évet nem tudták már megünnepelni, bár közel jártak, ennyiben a szellemi, hogyha nem is jogelődjeinket túl teljesítettük, hiszen mi a láma 30 évet már jubilálni tudjuk. A jogakadémiák munkája is folyamatos támadtatások közepette zajlott. E támadások egyik élharcosa, ne felejtsük el, Klebelsberg Kuno volt, és a kritikák, amiket megfogalmaztak, is ismerősek mind a mai napig, két fő támadási pont volt. Az egyik a túl sok a jogász, a másik pedig, hogy a jogakadémiák, különösen vidéki jogakadémiák színvonala, képzésének a színvonala nem felel meg az egyetemi képzéseknek. Ne felejtsük el, ugye egyetemekről, a Pázmány Péter Budapesti Egyetemről van szó, a Kolozsvárról Szegedre áttelepült egyetemről, újonnan alapított, és Pozsonyról Pécsre áttelepült, illetőleg a Debreceni Egyetem gazdaság és jogtudományi karáról van szó, tehát ott is viszonylag új alapítású intézmények között folyt a rivalizálás. Ebben a támadtatásban a Miskolci Evangélikus Jogakadémia erős támogatókra lelt, nézek Stipta Pistára, talán Bismarckot is sikerült, jól, nem? Hindenburgot, bocsánat, vaskalap. Hindenburgot is sikerült megszerezni maguknak, aki a Magyarországgyűlésnek levelet írva segített tovább lendíteni az akadémia munkáját, és igen erős támasz volt Miskolc városa, a város lakossága és az evangélikus egyház. Ez az, ami aztán 1949-ig az akkor magát népi demokratikusnak nevező forradalom intézkedéséig éltette a Miskolci Akadémiát is. És ma úgy látszik, nekünk megint védekeznünk kell támadások ellen, elég hosszú évek óta tartó támadások ellen, amely szintén egyrészt arra irányul, hogy van-e szükség, nem túl sok-e a jogász, illetőleg van-e szükség jogászokra, jogra egyáltalán. Hogyha erre a választ keressük, vagyis hogy mi a jog haszna, mi a jog értelme, mi az, ami miatt a jogra szükség van, hát egy régebbi olvasmányra, Büblos, Plátónnak a Szókratészt idéző szavaira illik visszatekintenünk, azt illik felidéznünk, hiszen máig helytállóak.
Igaz, Szókratiszt, amikor Atén városa méregpohár kívására kötelezte, akkor tanítványai élükön Kritónnal arra biztatták, hogy hagyja el a várost, szökjön el a büntetés elől, amit Atén város sem bánt volna, mert egy kicsit rosszul érezték magukat attól, amit tettek, de ezt elhárította Szókratész, és így szólt Kritónhoz. De hát vizsgáld csak így, képzeld el, hogy mikor szökni akarunk innen, vagy nevezd ezt a szándékot úgy, ahogyan akarod, elénk állnak a törvények és a város közössége, és megkérdeznék. Mondd csak meg nekünk, Szókratész, miféle cselekedetet forgatsz a fejedben? Vajon mást szándékolsz-e ezzel a cselekedettel, amit megkísérelsz, mint elpusztítani bennünket a törvényeket és az egész várost, amennyire ez rajtad áll? Vagy talán te úgy látod, lehetséges, hogy az a város álljon és ne forduljon csúnyán föl, amelyben a meghozott törvények határozatainak semmi erejük sincs, hanem azokat a magánemberek érvénytelenné teszik és elpusztítják. Mit válaszolunk majd Kritón erre és más ilyesmire? Vagyis a törvények ahhoz kellenek, hogy a város álljon, hogy a város megmaradjon, az a közösség, amely az életét élni akarja, együtt akar élni, a civilizációt fenn akarja tartani, megszervezetten működni tudjon. Ez a cél, ez a feladat mind a mai napig fennáll. Amit hallani lehet szintén, hogy nem nyújtják ezek a területek, ahova mi is tartjuk, az úgynevezett népgazdaságilag hasznosítható, vagy népgazdaságilag értékelhető teljesítményeket. Természetesen ez a vita is elég régi keletű, ez Marx és Stammler között zajlott volna le. Marx állította volna, hogy a gazdaság az, amelyik, mint még néhányunk számára emlékezetes, determinálja a felépítményt, így a jogot is. Vele szemben állította Stammler, hogy ez pont fordítva van. A jog, a törvények azok, amelyek lehetővé teszik az együttműködést egyáltalán, azt az együttműködést is, amelynek a gazdaság virágzásához szükség van. És hogyha ezt apró pénzre kívánjuk is váltani, akkor napjainkban is azt látjuk, hogy bizony a törvények meghozatala, a törvények alkalmazása és a törvények közötti herce-hurcák nagyon is megjelennek árfolyamban, kamatban és egyéb gazdasági következményekben. Védekezünk tehát, de azzal védekezünk, hogy bizony a jog és a törvények sokkal fontosabb, sokkal távlatosabb célokhoz szükségesek, mint a piac pillanatnyi igényének a kielégítése. És hát természetesen ezen belül Miskolcról szólva, azokról az eredményekről, azoknak a summázatáról, amelyet az elmúlt 30 év során talán felhalmoztunk. Az első mindenképpen az, hogy talpon vagyunk. Hogy ezt a 30 évet megéltük, ahogy rektor úr említette, nehéz idők közepette, a mindenkori kihívásokhoz alkalmazkodva, azzal tudunk elszámolni, arról tudunk jelentést tenni, hogyha hagyják, hogy alkalmazkodni tudjunk, akkor alkalmazkodunk, mert a szándék és a képesség megvan bennünk. A másik, hogy nem csak önmagunkat tartottuk fönn, hogyha leltárt készítenénk azokról a kollégákról, volt kollégákról, akik közülünk kiváltak, akkor egy másik jogi kar, nem is akármilyen jogi kar kerülne ki, amely jogi kar most az országban elosztva különböző koncentrációkban másokat erősít. Tehát nem csak magunkat tudtuk tartani, fenntartani, felépíteni, hanem másokat is. Olyanokat, akikre máig büszkék tudunk lenni. A harmadik pedig, hogy helyet és elismerést szereztünk magunknak, egyrészt az egyetemen belül, mint ahogy arra rektor úr is utalt, itt is van egyfajta verseny természetesen, a helytállásért, elismerésért, arról adhatok számot, hogy ebben helytáltunk, és természetesen a többi jogi kar között is, legkülönfélébb mutatókban, legkülönfélébb helyeken, de széles körben és tartósan elismerést sikerült aratnunk. Amikor tehát visszatekintünk erre a 30 évre, amelynek
hosszabb-rövidebb időszakait együtt éltük át, együtt teljesítettük különböző pozíciókon. Azt kívánom magunknak, hogy legyen még újabb 30 évünk, majd újabb 30 évünk, majd újabb 30 évünk, és ez, ha döcögősen is, hogyha nehézségeken keresztül is, de hasonló leltárkészítésre jogosítson majd fel minket. Köszönöm szépen. Thank you.